A Mikes Szentkereszti kuriában vagyunk jelenleg. Azért van a kuriának két neve, mert eredetileg a Mikeseké volt, de a kuruc szabadságharc ideje alatt, illetve a befejeztével a Mikesek vagyonát elkobozzák, és a Szentkereszti családnak adják át, akik Habsburg pártiak voltak. A kuria a 17. században épült, pontosabban 1632-ben, és az építője az Mikes Benedek, aki Mikes Kelemennek a dédnagyapja volt. Ez bizonyítja egy faragott gerenda is, megtaláltak a felújítás során, és ami mai napig is látható itt a múzeumban. Négy emlékszobával működik a múzeumunk. Ez a négy személy Domokos Géza, Kismanyi, Csutak Vilmos és Mikes Kelemen. Domokos Géza ugye ő az erdélyi irodalom egyik kiemelkedő alakja a 20. század második felében, tehát író és műfordító, valamint a rendszerváltás után politikai útra is lép, hiszen ő az RMDSZ-nek az alapító tagja, az egyik alapító tagja, és ő is töltötte be az elnöki tisztséget 3 évig. A másik emlékszobánk ez a Kismanyi emlékszoba, hát ugye Kismanyi a magyar színjátszás egyik legkiemelkedőbb alakja a 20. század közepetáján. Ő nem Zágonban született, de amikor 8 hónapos volt, akkor a szüleit ide helyezik Zágonba, az édesapja református kantortanító volt, tehát a gyerekkorát azt itt tölti el, majd utána tudjuk az életútját. Másik emlékszoba, ez a Csutak Vilmos emlékszoba, tehát Csutak Vilmos a Zágon szülöttje, és azért tartják a zágoniak egy nevezetes embernek, és nem csak a zágoniak, hanem a sepsiszentgyörgyiek is, mert a 20. század elején a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó kollégiumnak volt igazgatója, történelemtanára, és a Székely Nemzeti Múzeumnak is ő volt az első igazgatója. Itt ebben az emlékszobában található még egy rovar és lepkegyűjtemény is, amit Temesi Milán helyi amatőr gyűjtő gyűjtött össze az élete során. És nem utolsó sorban ugye a Mikes Kelemen emlékszoba, ahol most is vagyunk. Tehát ugye Mikes Kelemen a magyar szépróza megteremtője. 1690-ben született az édesapja Mikes Pál. Ő a tököli féle mozgalomnak volt az egyik résztvevője. Épp ezért a Habsburgok elfogják, és hát ugye Mikes Kelemen tudjuk később II. Rákóczi Ferenc fejedelem udvarába kerül, majd elkíséri a fejedelmet a száműzetése során Törökországba, és hát ugye itt jön létre, itt keletkezik az a 207 levél is, vagy mondjam így, hogy itt íródik, amit később majd törökországi levelek címen adnak ki. A múzeumunk nyitva van hétfőtől vasárnapig, reggel 8 órától délután 4 óráig. Szeretettel várjuk turistákat, látogassanak minket, hiszen történelmünknek egy csodálatos helye.